Úgy voltam vele, hogy szeretnék átadni edukatív tartalmakat, olyan alapismereteket, amire mondjuk egy hétköznapi embernek akár szüksége is lehet, hogyha bármi történik vele, de nem gondoltam, hogy ekkora nagy igény van erre. Pikpak elértem a 10 000 követőt, 20 000 követőt, és kereken fél év alatt, napra pontosan fél év alatt lett meg a 100 000 követő. Én a saját munkámban egyelőre úgy érzem, hogy valamiért, tehát hogy ez még a hiánypótlás, a nullára próbáljuk felverekedni magunkat az információval, az egészségértéssel. Először a tudomány ágat kell megszerettetni ahhoz, hogy utána elhiggyék azt, hogy amit ez a tudomány mond, annak van értelme, és ez mondjuk hosszú távon is tud segíteni. Ha olyan szakemberekkel ismerkednél meg, akik a testről és lélekről egységként gondolkoznak, akkor ráhallgathatnál. Podcast az egészségértésről. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai beszélgetést már nagyon-nagyon régóta vártam. Nagyon rég szerettem volna megismerni a beszélgető partneremet személyesen is, hiszen a munkánk tulajdonképpen összeköt minket. Ő is és én is az egészségértés feltételeinek megteremtésén dolgozunk. Én pszichológusként, őt pedig ma orvosként fogjuk kérdezni arról, hogy milyen is egy ilyen munka, kiegészítő-e, vagy ez a fő munka. Szeretettel mutatom be nektek Kulja Andrást. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm, hogy itt vagy, András. Hát tényleg nagyon ritkán találkoztunk, összesen 2-szer személyesen. Az első alkalommal pont egy egészségértés díj témájában, aminek, hogyha jól emlékszem, a következő évben te már a zsűri tagjában ültél, akkor még amikor mi találkoztunk, akkor közönségdíjas voltál, akkor tájt indulhatott az a TikTok csatorna, amiről ma remélem, hogy sokat fogunk beszélni, de mindenek előtt a 3 legfontosabb dolgot szeretnénk megtudni Kulja Andrásról. Nagyon megfogtál, mert hogy ugye milyen kontextusból nézzük, hogyha csak így ismeretlennek, akkor talán annyi, hogy orvosként dolgozom, a hobbim, és amit nagyon szeretek csinálni a szabadidőmben, az egészségértés, javítás, edukációs videók, és legfontosabb dolog, pszichiáter rezidensként kezdtem a pályámat, és onnan váltottam sebészetre. Ez engem rögtön nagyon-nagyon érdekel, ezt olvastam rólad. Hogyan van egy ekkora váltás, vagy számomra nagy váltásnak tűnik? Nekem nagyon tetszett az egyetem alatt a pszichiátria, édesanyám is pszichiáter, és depressziókutatásban is vettem részt, nagyon izgalmas volt. De 5. évben úgy, amikor a klinikai gyakorlataink voltak, akkor így a sebészet az valahogy így nagyon, nagyon elkapott, nagyon magával ragadott engem. De úgy voltam el, hogy én már pszichiáternek készülök, úgyhogy elhesegettem ezt a gondolatot, és amikor elkezdtem dolgozni az egyetemi klinikán, akkor pedig azt éreztem, hogy hiányzik a mozgás, rohanás, ezek a gyors szituációk az életemből. És akkor ismertem meg a feleségemet, akinek az apukája, nevelő apukája állatorvosként dolgozik, és néha megkért, hogy segítsek neki, asszisztáljak egy-két állatorvosi műtétben, ilyen francia buldog, császár, meg ilyen nem olyan nagy, hatalmas műtétek voltak ezek, de érdekesek voltak, asmegnyitással, és akkor megint magával ragadott ez. És akkor jött a dilemma, hogy vajon hogyan folytassam a pályát. És ahogy egyre többet gondolkodtam, hogy egyre többször jutott eszembe, hogy lehet a sebészeten kéne kipróbálni magam, elkezdtem bejárni a sebészetre, és úgy voltam vele, hogy ott megadatik a manuális rész, és az, hogy a kezemmel csinálok dolgokat, és megvan a gyors sikerélmény. A pszichiátriában azért ott sokat kell várni, és nagyon sok a visszaesés is, megterhelő lelkileg. Nekem valahogy a személyiségemnél fogva azért ez a gyors sikerélményre erre vágytam, hogy legyen konkrét gyors visszajelzése a munkámnak, és hogy emellett pedig ugye a pszichiátrián megtanultakat, a pszichológiai szemléletet azt tovább lehet vinni ezen a területen is.
Úgyhogy hosszas öllődés követően váltottam, és így lettem sebész. Ez nagyon izgalmas, meg hogy nagyon jól lehet szerintem a két területet illeszteni, és ugye azt mondod, hogy a pszichiátriában, a pszichológiában is sokat kell várni a visszajelzésre, a sikerélményre, és később szerettem volna megkérdezni, de hogy az elindult, most már nem tudom mióta létező TikTok csatornádról majd szeretnélek kérdezni, és az egyik például lesz, hogy te éled-e már, észreveszed-e már a TikTok csatornád sikerét, hogyha igen, akkor miben, és ez volt-e a cél? Egyáltalán akkor kezdjük az elejéről, hogyan indult, miért találtad ki, mi volt a célod vele? A TikTok teljesen véletlenül jött. Én ismertem a platformot, de nem töltöttem le, úgy voltam vele, hogy ilyen táncos zenés videók vannak rajta. Viszont pár évvel korábban elkezdtem az egészségedukációval foglalkozni, miután ugye sebészetre váltottam, és akkor csináltam is a vakbélgyulladásra egy edukációs videót, hogy mivel ez az egyik leggyakoribb sebészeti beavatkozást igénylő kórkép, így nagy segítség lehet a pácienseknek, mondjuk, hogyha az éjszaka közepén felveszem az osztályra, meg tudja nézni, jobban el tudom úgy magyarázni, hogy mi is az a vakbélgyulladás, és ugye a törvényben meg van határozó, hogy kell egy általános felvilágosítás és egy egyéniesített rész is, és akkor ezzel lényegében nem is az, hogy kiváltottam, hanem sokkal jobban képes voltam átadni az általános ismereteket, és több idő jutott az egyéniesített, a konkrétan a pácienst érintő kérdésekre. Csak az nagyon sok időt igényelt, a YouTube az egy hosszú és nehéz műfaj. A TikTok az egy sokkal egyszerűbb egyébként, de valahogy így nem gondolkodtam rajta, amíg a feleségem el nem kezdte ezt mondani, próbáljam ki. És általában neki nagyon jó megérzései vannak. Ezt én is tapasztalom, igen. És kiderült, hogy a baráti körünkben is van egy lány, aki fizikus és ezzel kapcsolatos videókat gyárt, és népszerű. Úgyhogy közeledett a Semmelweis nap, ami most is épp itt van, és úgy döntöttem, hogy azon a napon elindítom. És akkor nagyot fordult a világ. Mennyi idő alatt fordult nagyot a világ? Nagyon gyorsan. Megdöbbentően gyorsan. Én nem számítottam ilyen. Én úgy voltam vele, hogy szeretnék átadni edukatív tartalmakat, olyan alapismereteket, amire mondjuk egy hétköznapi embernek akár szüksége is lehet, hogyha bármi történik vele. De nem gondoltam, hogy ekkora nagy igény van erre. Pikpak elértem a 10 000 követőt, 20 000 követőt, és kereken fél év alatt, napra pontosan fél év alatt lett meg a 100 000 követő. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon gyorsan. Azért ez az igényt is mutatja, hogy valóban van igény egy ilyen csatornára, vagy egyáltalán az edukációra ezzel kapcsolatban. Másrészt meg azt is, hogy nagyon jól eltaláltad, hogy mi az, amivel el lehet jutni a fiatalokhoz, vagy neked mi a korosztály szerinted, amit célzol, vagy van-e ennek egy ilyen tudatos... Van, persze mindenkire nem lehet... célozni, nem tudunk egyszerre mindenkit megszólítani. Az én közönségem a statisztikák alapján 25 és 35 év között van, talán így a Gauss-görbének a közepe. A 18 év alatti korosztályból viszonylag kevesebb ember nézi a videóimat. Talán ez abból is adódik, a tínédzser korban úgy az egészség az magától értetődő sokszor, és nem is gondolnak rá az emberek, hogy valami problémájuk lehet, és de azért így a másik irányból egészen elnyújtott, szóval van 60 év körüli követő, tehát amit a statisztikák alapján azért ott is van egy népesebb csoport. Úgyhogy a fiatal felnőttek szerintem akik leginkább nézik a videóimat, és van erre igény. Én azt látom, TikTokon is nagyon nézettek az edukatív tartalmak. Az emberek az internet használatnak, a közösségi média használatnak még mindig így az informálódás az egyik fő hajtóereje. Szeretnek az emberek cicás videókat nézni, én is nagyon szeretem a macskás videókat, tényleg munka után néha annyira jól tud jönni egy vicces macskás videó, de hogy nagyon nyitottak az információkra, és szerintem ezért is fontos az, hogy
ezzel foglalkozunk, hogy te is ezzel foglalkozol, mert nyitottak rá, és meg kell szólítanunk őket. Ha meg mi nem szólítjuk meg őket, akkor lehet, hogy olyan szólítja meg, aki teljesen fals dolgokat mond. Ez is egy külön téma tud lenni, igen, hogy ezzel valami ellen harcol az ember, vagy valamiért. Én a saját munkámban egyelőre úgy érzem, hogy valamiért, tehát hogy ez még a hiánypótlás, a nullára próbáljuk felverekedni magunkat az információval, az egészségértéssel, és hogy milyen korán illik, vagy lehet, vagy jó kezdeni. Nekem van egy 10 éves kislányom, meséltem neki, hogy hova készülök tegnap, amikor írtam össze a kérdéseket, és megkérdezte, hogy igaz-e, hogy a TikTokot egy idő, hogy azt tervezik, hogy a TikTokot megszüntetik a 18 éven alatti korosztálynak, és hogyha igaz, akkor te hány követőt fogsz veszíteni, és annyira jó, hogy mondjam, hozadéka volt ennek a kérdésnek, hogy én bele se gondoltam, hogy ez is mennyire fontos, hogy a korosztálya kicélzol. Én azt tapasztalom a kórházban, ahol a gyerekekkel foglalkozunk, tehát a szüleikkel kell leginkább kommunikálni, vagy ott a legfontosabb a megnyugtatás, hogy ugye a szülők, ők ugyanannyi évesek maradnak, mi pedig azért öregszünk, és hogy ez a legnehezebb része, hogy eltalálni azt a platformot, amivel hozzájuk el lehet jutni. Te azt mondod, hogy ez tulajdonképpen egy véletlen, vagy egy szerencsés találkozás a feleséged és az ő okos fejével, hogy akkor erre bíztatott téged az orvos kollégák között, vagy egyáltalán az egészségügyben milyen fogadtatásra lehet ez a fajta próbálkozás. Igen, kicsit szkeptikus fogadtatása volt, de ezzel nem lepődöm meg, hiszen előtte én is azt gondoltam, hogy a TikTok az egy komolytalan platform. Komolytalan, igen, ez jó szó, és mi mindent ki lehet hozni mégis, igen. És ahogy egyre többet használom én is, és nézek, keresek edukatív tartalmakat, nagyon-nagyon jó tartalmakat találok. Meg lehet találni, csak az elején egy kicsit keresni kell, utána az algoritmus persze ráismer arra, hogy nekünk ez tetszik, és érdeklődünk ezek iránt, és utána egyre többet látunk belőle. De fontos rá keresni. És ugye, mivel ennyit tudtak a TikTokról, mint amennyit én is tudtam előtte, így azért megmosolyogtak, illetve voltak ilyen összesúgások így a hátam mögött. Szerintem még mindig vannak ilyenek, viszont azt látom, hogy az idősebb korosztály, akik ilyen, úgy értem, hogy idősebb, hogy nálam egy picit idősebbek, ők egészen pozitívan vették ezt az edukatív aktivitásomat, és kaptam azóta olyan visszajelzést is, hogy egy osztályvezető keresett meg, hogy náluk olyan új típusú beavatkozások vannak, ami Európában is egyedülálló, és nagyon szívesen beszélne erről, örülne, hogyha ezt bemutatnám. Úgyhogy azt látom, hogy egyre jobban nyitnak ebbe az irányba, illetve látják, hogy akik egészségértéssel próbálunk foglalkozni ezeken a platformokon, mi tényleg azért csináljuk ezt, és azért teszünk, hogy az embereknek egy kicsit jobb ismeretük legyen a testükkel kapcsolatban, az egészségükkel kapcsolatban, a prevencióról többet tudjanak, és ez hosszú távon azt szolgálja, hogy egészségesebbek is lesznek, illetve jobban oda tudnak figyelni a hozzátartozóikra. Csak amíg az ember ezzel nem kezd el aktívan foglalkozni, akkor ezek az előítéletek azok fennmaradnak, és hát ezzel meg kell küzdeni. Szerintem ez minden területen így van, hogyha az ember valami újba kezd bele, szokatlanba kezd, akkor mindig egy kicsit olyan furán néznek rá. Ezt én is tapasztalom, igen, hogy amikor új, nekem mind a tudományágam az, ami még itt majd, hogy nem újnak mondható, a pszichológia, és nagyon sokszor először a tudományágat kell megszerettetni ahhoz, hogy utána elhiggyék azt, hogy amit ez a tudomány mond, annak van értelme, és ez mondjuk hosszú távon is tud segíteni. A sikerélményről már beszélgettünk egy picit, nálunk nagyon-nagyon nehéz ezt tetten érni, ahogyha a pszichológiával, vagy a kommunikációval, az informálással kapcsolatban beszélünk a sikerről, hiszen hogyha meghallja az információt a szülő vagy a beteg, beépíti, akkor egyszerűen jön, talán kevesebbet kérdez, hamarabb meg tud küzdeni a krízissel, de hogy van aminek a hiányát, nagyon nehéz észrevenni, tehát a konfliktus vagy a feszültség hiányát, azt nagyon nehéz észrevenni. Gyanítom, hogy neked is nehéz ezt a sikerélmény részét megfogalmazni. Te mire mondhatod azt, hogy sikert értél el?
Ezen a területen, és amit én sikerként élek meg, az hogyha valakinek valakit például hozzá tudok segíteni ahhoz, hogy a problémájával orvoshoz forduljon, hogy felismerjen egy problémát. Akár ez egy visszatérő példám, de ez annyira ilyen meglepő volt számomra, hogy egy anyuka megkérdezte, hogy mi az a fityma szűkület, és mit kell tenni ezzel kapcsolatban, és készítettem erről egy videót. Egyfelől hihetetlenül népszerű lett. Most már nem tudom, valami 700 ezer megtekintésnél jár, de akkor alig voltak még követőim, mikor ilyen 30-40 ezer követőm volt, amikor azt készítettem, és rengeteg tinédzser rám írt, hogy neki ilyen problémája van, és nem is gondoltam, hogy a tinédzsereknek ilyen van, mert azt hittem, hogy a védőnők észreveszik, a szülők észreveszik ezt a problémát, de kiderült, hogy nem mindenkinél, és ott vannak ezek a tinédzserek, akik tudják, hogy van egy valami nem oké, de nem mernek szólni a szülőnek, nem mernek szólni az iskolaorvosnak, és nagyon sokan rám írtak, és ez is egy nehéz szituáció, hiszen itt meg a felelősség nagy rajtam, hogy hogyan reagálok egy ilyen üzenetre, kérdésre, és akkor végül én azt írtam, azt javasoltam nekik, hogy próbáljanak meg a szüleikkel beszélni, mert ők is voltak gyerekek, ők is voltak fiatalok, az is lehet, hogy hasonló problémája volt a apukájának, nagyapájának, és ez egy olyan dolog, amiről ő nem tehet. Ha pedig nagyon nem szeretne a szüleivel erről beszélni, akkor próbálja meg az iskolaorvossal. És az volt a sikerélmény számra ebben a kis sztoriban, amikor visszaírtak, hogy beszéltek a szülőkkel, elmentek orvoshoz, megoldódott, vagy műtéti úton, vagy nem műtéti úton kaptak mondjuk olyan szteroid tartalmú krémet, ami egy kicsit így a kötőszöveteket ott lazította, és ezt élem meg sikerélményként. Nehéz visszamérni, mert az, hogy megismernek, hogy rám köszönnek, hogy volt olyan, hogy a benzinkúton így behajtott valaki, így leparkolt, és hogy te vagy az a TikTokos doki, mondom, igen, igen, hú, nagyon jó a csatornád, nagyon szeretem. De jó lehet. Vagy amikor lefóliáztattam a telefonomat az egyik plázában, és akkor nyújtotta az átvételi elismervényt, hogy ugye egy 10-15 percet várni kell, akkor így rám nézett, és megkérdezte, hogy András doktort írhatok rá. Ez egy érdekes dolog, néha egyébként nyomasztó tud lenni, de ezen a területen talán nem ez a sikerélmény, úgyhogy ez egy ilyen plusz dolog, persze az ember mindig meglepődik, hogy úristen, ő is felismert, meg ugye már látni, amikor valaki megismer, van egy ilyen tipikus tekintet, de nekem az a sikerélmény, hogyha a mondani valóm eljut hozzájuk, és a mondani valómból legalább minden videóból egy pici morzsa megmarad. És ezzel kapcsolatban viszont szkeptikus vagyok egy kicsit, hogy vajon mennyi tud megmaradni. És ezért fontos, hogy következetesen gyártsunk tartalmat, hogy csináljuk ezt néha nagyon nehéz munka mellett, és nagyon kevés idő van rá, de hogy fontos, mert talán akkor egy-egy üzenet az átmegy, és az üzenet lehet, hogy fontos lesz. Lehet, hogy amikor bedagad a szülőnek, nagyszülőnek a lába, akkor eszébe jut, hogy lehet, hogy szívelégtelensége van, vagy vese problémája, mert nem normális dolog, hogy mondjuk új nyomottartó ödémája van valakinek. Ezt élem én meg sikerélményként. Néha írnak, hogy videómnak köszönhetően valamit felismertek, vagy elmentek orvoshoz, vagy elvittek valakit orvoshoz, és kiderült, hogy ez indokolt volt. De persze ebből azért kevesebb visszajelzés jön. Én nem merem így nagyon megbecsülni, mert úgy gondolom, hogy túlbecsülném, és az pedig ilyen kicsit önámítás lenne. Inkább úgy vagyok vele, hogy gyártom a videókat, igyekszem minél érthetőbben, minél fontosabb témákat feldolgozni, néha könnyed témákat, és bízom benne, hogy valami pozitív hatása lesz. Biztos vagyok benne, igen, hogy ez már most így is van. Kimondtad a felelősség szót, ez engem nagyon foglalkoztat. Én még a magam beszélgetéseit megelőzően is borzasztóan szorongok, és hogy nagyon nyomaszt, hogy amikor itt beszélünk bármilyen témában, bármilyen emberrel, akkor azokat, amit itt kimondunk, egy orvos szájából mindenféleképpen szentírásnak tartja és hallja az ember. Tudom, még most is róhajtasz egyet. Ezt az orvosok
másokkal szemben kialakult prekoncepciót, ezt így te is éled, hogy akkor te vagy a mindentudó, és hogyha ez így van, akkor ennek a felelősségét hogy lehet elviselni, vagy mit hogy csinálod? Nem vagyok mindentudó, és ezt próbálom azért hangsúlyozni a videókban is, hogy attól, hogy orvosi diplomám van, az nem jelenti azt, hogy az orvoslást minden területét, minden mélységében ismerem. Ez lehetetlen egyébként, sőt, most már úgy fejlődik a világ, hogy egy szakterületen belül al területek vannak. Ha engedd meg, hogy közbevágjak, az első podcast vendégem Környei László doktor volt, és ő mondta, hogy az orvostudományban ma 2 év alatt megduplázódik az a tudás, ami egy területhez tartozik. Tehát, hogy egy-egy szakterületen belül is nagyon nehéz lehet követni az új fejleményeket. Már az is lehetetlen vállalkozás lenne, hogy a saját szakterületünknek a frissen megjelenő tudományos publikációit kövessük, mert gyorsabban jönnek, mint amilyen gyorsan tudunk olvasni, mert ugye hatalmas a világ, rengetegen vagyunk benne, és szerencsére rengeteg területen folyik kutató munka. Ezért nagyon értékesek az összefoglaló tanulmányok, amik több cikket végigvesznek. Úgyhogy nem, abszolút nem vagyok mindent tudó, és például én ezért is indítottam el a saját podcast műsoromat, hogy ezzel is megmutassam azt, hogy ott ilyen egészségügyi témákról beszélgetek kicsit mélyebben, hogy megmutassam, hogy minden területnek van szakértője, és hogy ő milyen mélységében ismeri a saját területét, mert véletlenül sem akarom azt az érzetet kelteni, hogy attól, hogy orvos vagyok, van pecsétem, attól én még mindenre tudok válaszolni. Mert pont ezzel élnek vissza a kuruzslók, hogy ők pedig mindenre adnak egy gyors választ. És ilyenkor szkeptikusnak kell lenni, mert nincsen, hogy így rávágom. Sajnos rengetegen küldenek ilyen egészségügyi kérdéseket, dokumentumokat nekem, de egészen fura kérdéseket is kapok, hogy doktor úr, fáj a hasam bal oldalon, mi lehet a baj, vagy pajzsmirigyem van, mit tegyek. Egészen abszurdokat is kapok. Visszaírtam. Hát amikor így figyelmen kívül hagyom ezt a pajzsmirigyem van dolgot, egyébként ez egy ilyen visszatérő dolog, van, amikor leírom, hogy mindenkinek van pajzsmirigye, a kérdés az, hogy most ez alul vagy felül működik. De ezért is fontos egyébként edukálni, mert hogy ugye ilyen alapvető dolgokat is fontos elmondani. És nagy a felelősség, nagyon nagy a felelősség, és valamikor felveszek egy videót, és már majdnem készen rájövök, hogy elrontottam benne valamit, vagy félreérthetően fogalmaztam, és inkább újra veszem, mert egyfelől nem akarom azt, hogy félreértsem valamit az adott személy, aki hallgatja, és ebből akár egészségkárosodása legyen. Jó, azért kicsit kényszeres vagyok ezen a területen néha. De akkor is ott van a gondolat, meg most már nagyon sokan követnek, és ilyenkor tényleg én egyre nagyobb nyomást érzek magamon. Illetve, hogyha butaságot mondok, akkor a saját szakmai hitelességemet is megkérdőjelezem. Úgyhogy inkább kétszer utána nézek valaminek, vagy háromszor. És így is volt olyan, amikor például egy ilyen laringális maszkot, ugye, amit gyorsan be lehet tenni eszméletlen embernek, ami a gégefőre rátapad, nem kell a légcsőbe bedugni a csövet, nem kell intubálni a beteget, és úgy is lehet lélegeztetni, például gyors beavatkozásokat, vagy akár ilyen fél órás műtéti beavatkozásokat ezzel meg lehet oldani, csökkenti a fertőzés, veszélyt, sok előnye van, csináltam róla egy videót, és azonnal írtak szakmabeliek, hogy hát ezt nem is úgy hívják, mert ez ilyen és olyan gélnek hívják. Nagyjából ugyanaz a két eszköz. Mert hogy az is egy laringális maszk, csak annak van egy spéci neve, amit a gyártó adott neki, meg az nem felfújni kell a kis karimát, hanem hőre lágyul. De hogy azonnal így meglátják ebben a hibát. A laikus szempontjából az teljesen mindegy. Viszont nekem az a baj, hogy meg kell felelnem a szakmának is. Illetve, hogyha nagyon-nagyon laikus irányba megyek el, akkor előbb-utóbb elvesztem a szakmaiságot. És ez a nehéz, ez az egyensúlyozás, hogy úgy elmondani, hogy ne legyen túl sok és érthető legyen a laikusnak, de közben a szakmai hitelesség is megmaradjon, és véletlenül sem mondjak olyat, amire azonnal írnak, hogy hát az bizony nem úgy van, hanem
hanem amúgy. Rémálmomat fogalmaztad meg, én is igyekszem előadásokkal is készülni, de hogy ezt az egészségértést azért a pszichológiai elméletekkel összefésülve is megmagyarázzam, és mindig ez a legnagyobb aggodalom, hogyha ezt egy szakmabeli meghallja, akkor ő mit fog mondani. Azt mondod, hogy akkor értek már ezzel kapcsolatban kritikák. Volt-e olyan, amikor nem volt igaza a kritikusnak, tehát hogy amit elmondtál, az jó volt, de hogy mégiscsak valami ellenállást éltél meg, tehát valószínűleg a személyednek, vagy az aktivitásodnak szólt. Szerintem igen, volt ilyen, illetve amikor egyszerűsítünk, akkor ugye valamilyen információt, az tömöríteni kell az információt. Nem lehet TikTokon kifejteni egy nem tudom, sejtbiológiára lebontva egy folyamatot, vagy éppenséggel ilyen hihetetlenül részletesen tudományos értekezésekbe kezdeni. És talán nem is kell. És vannak olyanok, akik ezt egy kicsit így zokon veszik, hogy hát ez nagyon le van egyszerűsítve. És tényleg szerintem ez a legkritikusabb pontja a tudománykommunikációnak, hogy itt bizony muszáj egyszerűsíteni, muszáj tömöríteni, csak az hatékonyan kell csinálni, és meg kell találni az arany középutat. Szerencsére nagyon-nagyon kevés, szóval van ilyen, tényleg ilyen hihetetlen számaim vannak, 100 millió megtekintés fölött vannak a TikTok videóim. Nagyon minimális ez a kritika, amit így kapok, és szerencsére tényleg így ez a Lari maszkos videón kívül olyan nem nagyon volt, hogy olyan nagyot tévesztettem volna. Itt is ugye az eszköznek a nevét, hogy ugyanabban a csoportban tartozik, de valóban a hivatalos neve nem az. Mondhattam volna másképp, vagy fogalmazhattam volna, úgyhogy általánosabban fogalmazom meg. Ez egy apróság volt, de szerintem te is ilyen vagy ismered ezt az érzést, hogy az ember minden ilyen apróságot képes felnagyítani, és akkor ezen örlődni hetekig, hogy lehetem ilyen, miért? Hát oké, de most akkor igazán, hát végül is igen, de most a laikusnak ez nem tök mindegy, de tök mindegy neki, hogy hívjuk, mert az a lényeg, hogy meg akartam mutatni, hogy vannak ilyen eszközeink, amikkel gyorsan be tudunk avatkozni egy kritikus szituációban. És akkor ilyenkor megy az öllődés, viszont ez jó, szerintem az ember ilyenkor tanul, én nagyon kiszoktam elemezni a videóimat, nagyon megnézem a statisztikákat, megnézem, hogy meddig nézik, hogy nézik, mikor hagyják abba. Minden nagyon alaposan megnézek a videóimon, hogy tudjak tanulni minden egyes videóból, hogy a következő jobb legyen. És egy idő után már kialakul egy olyan érzék, hogy már tudom, hogy rakjam össze az adott témát, de ez tényleg az kell, hogy az ember megnézi, és szembe kell nézni, mondjuk a hibákkal szembe kell nézni azzal, hogy mondjuk van olyan videó, ami túl szakmai lett, vagy túl unalmas lett, és nem nézték meg. Nem jól sikerült. És akkor igyekszem a következőt egy kicsit másképp, egy kicsit máshonnan kezdeni, és így ezzel lehet haladni, csak ez egy ilyen szöszmötölős dolog, meg sok energiát kíván, és akkor megint ott van, hogy a magánélet, munka, hobbi. És hogy ez az, ami számomra egyszerűen szinte felfoghatatlan, hogy amiket elmondasz, hogy nem tudom, a statisztikákat elemezni, hányszor kattintottak, hol hagyták abba. Pont a mai napon volt egy ilyen beszélgetésem itt az én segítőimmel, amire pont azért van szükség, mert hogy teljesen fogalmatlan vagyok ehhez, és hogy azokat a dolgokat, amiket én nem tudok megcsinálni, azokra én megkértem egy profi szervezetet, de hogyha jól tudom, te magad vágod a videóidat otthon. Erről mesélni, hogy hogyan készül egy kis bepillantás a kulisszák mögé, hogyan csinálsz mondjuk egyet, hogyan alakul ki a téma, hova viszed, megkérdezel-e kollégákat, vagy bárki segítő tanácsadót, hogy legyen egy videódat, elmeséled el. Témát azt több módon szoktam választani, van, amikor van aktualitása, van, amikor komment érkezik, ugye nagy téma volt ez az elf, bár fogalmam nem volt arról, hogy ez micsoda. Csináltam a hevített dohányokról egy videót, és rengetegen kérdezték, és az elbár 1000-2000 komment érkezett, és néztem, hogy sorba írják ezt, és ez micsoda, nem, én soha nem dohányoztam, és így fogalmam nem volt, és akkor rákerestem, és például ott segítséget kellett kérnem, mert az egy új dolog volt, és akkor ott tüdőgyógyász kollégákkal, népegészségű szakemberrel egyeztettem, hogy amit én elmondok, vagy amit én szeretnék elmondani, az vajon helyesen. Hogyha nem ilyen új dologról van szó, hanem egy kicsit mondjuk hagyományosabb témáról, akkor eszembe jut a téma, átgondolom, hogy mit mondanék.
Utána pedig utána nézek a szakirodalomban, hogy van-e olyan érdekesség, olyan plusz dolog, amit esetleg még bele kell tenni, vagy olyan, ami már nem állja meg a helyét, mert a tudomány meghaladta, vagyis szakmailag javítom, és utána pedig sokat gondolkodom azon nagyon, hogy hogyan indítom a videót. Az a legkritikusabb dolog, hogy az első 5 másodperc, az első 2 az már meghatározó, de azért az 5. is olyan, hogy meg kell tartani a figyelmet, hogy azt hogy indítom el a témát, hogyan vezetem fel. És ez van, amikor így jön, van, amikor meg nem jön, és akkor küzdösebb. És hogyha ez megvan, akkor felveszem a videót. De felveszem a videót, van minden cuccot hozzá, otthon volt. Hát én úgy kezdtem az egészet, még amikor a YouTube-ra tartalmat gyártottam, hogy fél évig nézegettem ilyen videóvágós videókat a YouTube-on, meg vettem kamerát, softboxokat, ugye, amik itt is vannak, megvilágítanak minket, és megvásároltam a videóvágó programot, előfizettem rá, hogy szép, tiszta legyen az is. És akkor úgy kezdtem neki TikTokon, ugyanígy van világításom, van egy állványom, telefonnal veszem fel egyébként, sokkal egyszerűbb, óráról indítom, ez most egy 2 hónapja használom ezt a technikát, rájöttem, hogy sokkal egyszerűbb, mint egyfelől nem az előlapi kamerával, hanem a hátlapival is tudom menni, meg tudom nézni, hogy állok, mert azért az is előfordul, hogy kilógok félig a képből, és az nem annyira előnyös. És akkor elmondom, és van, amikor elsőre sikerül jól elmondani, és akkor azért még 2-3-szor elmondom pluszba, van, amikor nem sikerül, érzem, hogy döcög a szöveg, hogy nincs meg a dinamikája, akkor újra nekiállok újra, és amikor már van egy olyan verzió, amire azt mondom, hogy jó, akkor nekiülök, és a vágóprogramban gyorsan megvágom, kivágom a szüneteket, kivágom az újrakezdést, van, hogy a sóhajt levegővételt is kivágom, hogy rövidebb legyen, kicsit dinamikusabb legyen, és akkor utána hozzáválogatom a képeket. Van, amikor előre válogatok képeket, amikor úgy kell egy kis iránymutatás. És akkor így a végén összeáll. Tényleg röviden összefoglalva, eszembe jut a téma, írok egy vázlatot, szakmailag ellenőrzöm a vázlatot, megnézem, hogy milyen hosszú, elmondva megpróbálom lerövidíteni, hogyha túl hosszú, és utána felveszem, vágom, színesítem. Így nagyon egyszerűnek tűnik. Én a vágás résznél elakadtam, azt hiszem, hogyha ott azt én így csinálnám, ahogy te, akkor nem ülnénk most itt, akkor még mindig a tanulás fázisában lennék. Lehet, a videóvágók azt mondják, hogy ez nem vágás, amit csinálok, mert ilyen nagyon basic, szóval tényleg ilyen nagyon alapszinten vágok, és illesztem össze a dolgokat, de működik szerencsére. Ezen a szinten megrekedtem, de ez pont elég ahhoz, hogy a videókat el tudjam készíteni. És hál' Istennek ebben az egészségértésben azért nem rekedtél meg, és tudom, hogy végig erről beszéltünk, meg hogy nagyon sok platformon képviseled, de hogyan indult ezzel az egészségértéssel a viszonyod így? Az egyetemen már érdekelt téged ez a dolog, vagy a gyakorlatból alakult ki az igény? Miért pont ez, és miért pont te? Az egyetem alatt kémiát tanítottam, ugye a tanítás az így hosszú sztori. Mi más? Ez egy nagyon vicces sztori. Pszichiáter jelölt, aki kémiát tanít. Engem majdnem max pont számmal vettek fel az orvosira, és ennek ellenére első fél évben sikerült csúsznom egyet. Ez egy nagyon tanulságos pillanat volt az életemben, és szüleim elég következetesek voltak, és mondták, hogy fiam, tanulsz, akkor nagyon szívesen támogatunk, de amíg ugye passzív fél éven van, addig valamit csinálnom kell. És mivel nagyon-nagyon jó kémia tanárom volt középiskolában, plusz előrehozott érettségit csináltam, úgyhogy jártam még egy másik tanárhoz, aki szintén fantasztikus volt. Nagyon sok tudást kaptam tőlük, és nagyon jól magyaráztak, így ezt a tudást tudtam hasznosítani, és egyszer csak így... Ez tényleg ilyen hosszú sztori. Az Anatómiai Múzeumban volt a múzeumos tárlatvezető, és akkor ott volt egy középiskolás, aki keresett kémiatanárt, kérdezte, hogy tudok-e segíteni neki. Hát mondom, hogy szívesen segítek, és aztán rájöttem, hogy ez egy nagyon jó dolog tanítani, és akkor innen az egyetem alatt lényegében végig kémiatanítás volt a hobbim, és nagyon szerettem a kémia tudomány nyelvét lefordítani érthetőre, olyan példákra, hasonlatokra, amitől felcsillan a diáknak a szeme, és azt mondja, hogy jó, ezt értem.
és akár úgy, hogy hogy áll össze két atom molekulává, mert mind a kettő azt szeretné, hogy telített legyen az elektronfelhője, de nem tudja, az olyan, mint hogyha neked is, nekem is lenne pénzem egy háznak a felére. Nem tudjuk megvenni külön-külön, de ha összeállunk, akkor meg tudjuk venni, és akkor mindkettőnknek van hol laknia. Szóval ilyeneket próbáltam találni, meg úgy kitaláltam, és ezt nagyon szerettem, úgyhogy már ott valahol ennek a gyökere szerintem valahol ott keresendő, és a vágy az egészségértésre pedig az ott jelent meg, amikor váltottam a sebészetre, és rájöttem, hogy mennyi kérdésük van a betegeknek, és mennyire kevés idő van erről beszélni, mert rohanni kell, ez nem hazai, vagy nem kórházi sajátosság ez a világban, mindenhol így van a manuális szakmákban, hiszen be kell mennem a műtőbe, ott vagyok egy órát, két órát, négy órát, utána kijövök, gyorsan el kell mindent intézni, megnézni a beteget, felvenni a beteget, felkészíteni a műtétre a beteget, menni vissza, és ott kezdtem el gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne ezt valahogy érthetően átadni. Aztán persze jött a keserű felismerés, hogy amikor azt elkészítettem így az első videónak a szövegét, és így nagyon lelkesen elmondtam, és akkor a Kata, a feleségem ott volt, és akkor így mondta a végén, hogy ezt nem értem. Hát Kata, mit nem értesz? Hát azt mondja, ez nem érthető. Hát de miért? És akkor elkezdte sorolni a szavakat, és rájöttem, hogy teljesen más a nyelv szókincs, amit használok, mint ami a köznyelv. Mert hogy annyira az egyetem alatt, de már középiskolában a szakszavak az ember alapszókincsévé válnak, hogy már nem tudtam megkülönböztetni. És itt például Kata nagyon sokat segített, hogy érthetően fogalmazzak. Szóval tényleg ezt vissza kellett menni a gyökerekig, hogy hogyan mondok el egy egyszerű dolgot. Hát először tulajdonképpen csináltad ezt az egészségértés feltételeinek megteremtését ezzel a kémia hasonlatos magyarázattal, és akkor utána értelmet is nyert, amikor a gyakorlati pályádra léptél, hogy akkor ez ezért jó, hogy a beteg jobban megérti. Az előbb még azt mondtad, hogy tulajdonképpen a munkádhoz ad több időt, mert hogy az általános tájékoztatást ezzel idézőjelben le lehet rövidíteni. Ezt én is nagyon sokszor érem a kórházban, hogyha nálunk egy szülői információs mappa van a tájékoztatást gördülékenyé teendő, és hogy amikor én ezt odaadom egy pár mondat kíséretében, akkor azonnyomban ugorhatunk arra a részre, ami tényleg pszichológusi munka, hogy ebből a sok-sok információ van, amivel most elárasztottalak téged, abból mi az, ami téged nyomaszt, mi az, ami szorongat, és a többi. Olyan tapasztalatod volt már, hogy sebészként kerestek meg, tehát hogy orvos szerepedben, és a páciens azt mondta, hogy egyébként abban a videóban láttam, hogy nem tudom, ezt így kell, úgy kell, amúgy kell. Volt, sőt, nagyon gyakran előfordul, gyakori, hogy egy ügyeletben így megvizsgálom a páciens, és akkor így látom, hogy kicsit zavarban, és akkor mondja, hogy amúgy követi a csatornámat, akkor már én is zavarban vagyok. De tényleg ilyen egészen tök vicces szituációk vannak, hogy volt olyan, hogy ilyen 60 év körüli hölgy mondta, hogy ő nézi a csatornámat. Szerencsére nem volt olyan baja, hogy műtétet igényelt volna, vagy sűrűs felvételt, és amikor búcsúzott, adtam az ambuláns lapot, akkor mondta, és így teljesen megdöbbentem. És akkor megint ott a felelősség, hogy jó, elég kedves voltam, jól mondtam, és akkor szóval, hogy ez mindenhol ott van ennek a felelőssége. Hát akkor talán adódik a kérdés, hogy volt már, hogy megbántad, vagy így azt mondtad, hogy jó, akkor talán ez így elég volt, és maradok a hagyományos pályámnál? Nem. Tényleg? Nem. Én állam nap, mint nap ezzel küzdöm, hogy holnap is jöjjek-e ide. Örülök, hogy ebbe belekezdtem. Ez egy olyan új dolog, ami egyfelől motivációt ad, a munkában is tud ez motivációt. Persze, egyébként a munka az első, szóval a rendes munkám az első, és ez utána jön. De ad motivációt, szerintem véd a kiégés ellen is. Egyébként az, hogy például ez a szülői mappa, az, hogy át tudunk adni, vagy átadunk általános információkat egy ilyen formában, az minket is véd a kiégés ellen, mert ez a monoton része, ez nagyon-nagyon fárasztó tud lenni, például, amikor tényleg század, és megértem, hogy erre rövidítenek az orvosok sokszor, mert amikor századjára, ezredjére mondják, hogy mi az a vakbélgyulladás, miközben tudja, hogy fel kéne adni egy labor, sietni kéne, várják a műtőben, mert már altatják a beteget,
akkor az ilyen egy idő után az ember azt érzi, hogy miért kell újra elmondani. Én még azért nem jutottam el szerencsére erre a pontra, de hogy ezért fontosak az ilyen típusú általános tájékoztatók, mert a páciens vágyik, a tudáson meg kell adnunk a tudást, hiszen be kell vonni a döntéshozatalba, az ő egészségéről van szó. Az már hál' Istennek, már azt meghaladtuk, hogy megmondom neki, hogy akkor ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni. Nem, itt be kell vonni, fel kell ajánlani a lehetőségeket, mert akkor fog jól tudni együttműködni hosszú távon, akkor fog odafigyelni arra, amit mondunk. Ha csak leírjuk, hogy szedje be ezt a gyógyszert, így után elfelejti, vagy hát adok ki, azt mondta, hát most miért kell szednem, de hogyha elmondjuk, bevonjuk, hogy miért kell szedni, és hogyha az általános részekben tudunk időt nyerni, akkor kicsit hasznosabb, vagy úgy értem, hogy hasznosabb, hogy több időt tudunk szánni magára a betegre, vagy magára a páciensre, és mi is motiváltabbak leszünk, mert ott viszont az egyéniesített résznél ott minden páciens kicsit más, mindenkinek kicsit más problémája van, mindenkinek kicsit más kérdései vannak. És hogy ezért nagyon fontos, nekem ez azt jelenti, akár nem tudom én leendő betegként, vagy akár pszichológusként hallgatom, hogy az első alkalommal, amikor találkozunk, és ott azért tényleg nagyon ijedt még az ember, kétségbe esett, nem nagyon működnek a gondolatok, hogyha akkor egy szimpatikus és szerény orvossal találkozom, aki azt mondja, hogy itt meg itt van az a honlap, ahol érdemes tájékozódni, legyen az valóban a kórháznak a honlapja, vagy TikTok csatorna, vagy Facebook, vagy bármi, akkor ott már biztos, hogy hasznos információt, vagy pontos információt fogok kapni, hiszen őtől leszármazik. Amikor legközelebb találkozom, esetleg a kérdéseimmel felvértezve, akkor már egy bizalom mentén tudok kapcsolódni, mert hogy amiket ő mondott, az jó, amiket én elolvastam, az hasznos, tehát a kérdésem maga is hasznos, nem idegesítő, nem túl laikus, nem túl részletes, hanem az együttműködésnek a nulladik ponton már ad egy nagyon jó hangulatot. Ez nálunk is a kórházban nagyon sokszor így van, és nagyon sokszor próbálunk ezen javítani, meg még pontosítani, rövidíteni esetleg a helyzeteket. Sokszor az összes egészségértésben tanult dolog, meg az általános, meg az egyedi egyszerűen nem működik, mert hogy a krízisben annyira szét tudunk esni, és hogy annyira máshogy működik az érzelem, meg az agy, és magunknak is meglepetést okozunk, hogy van azért olyan az én esetemben, hogy azt élem meg, hogy bármit is teszek, itt most egy kétségbe esett emberről van szó, akivel ott kell lenni. Neked volt-e ilyen, biztos volt ilyen nagyon nehéz beszélgetésed? Elmesélsz-e nekünk egyet, amikor így tényleg nagyon nehéz volt célt érni és elmagyarázni? A rossz hírközlése az nagyon nehéz. Az, amikor akár egy súlyos előre haladott rossz indulatú betegségről kell felvilágosítani a pácienst. És akkor tényleg az egy krízis helyzetté válik számára, hiszen ott hirtelen kihúzzák a lába alól a talajt. És ott nagyon vigyázni kell, hogy fogalmaz az ember, de nem szabad úgy fogalmazni, hogy félreértse és azt higgye, hogy mégsem olyan súlyos a dolog, mert akkor lehet, hogy kevésbé fog vele foglalkozni, de tényleg ezek a vagy akár gyógyíthatatlan betegséget közölni, ez úgy nehéz. Látszik még az arcodon is, hogy így elkomorul ilyenkor. Ebben milyen segítséget kaptok ti orvosok? Kaptok-e a rossz hír közlésére? Szerencsére azért tanulunk az egyetemen erről. Van külön kommunikáció tantárgy, aminek ez is a kiemelt része. Tanulunk orvosi etikát. Ezek elég hasznosak, és a rezidens képzés alatt is van egy kéthetes blokk, ami kifejezetten ezekkel a nehéz kérdésekkel foglalkozik. És az nekem is elég sokat segített az a blokk. Mert tényleg az ember kikerül az egyetemről, és akkor hirtelen közölni kell valakivel, hogy nem tudunk rajta segíteni. Elképesztő hogy, nehéz, igen. Hogy mondjam ezt meg neki, meg vajon akkor finomítani kell, vagy puff az igazságot, hol van az ideális megfogalmazás, hogy az tapintatos is legyen, és ugyanakkor pedig el is mondjam, hogy mi a gond. Ezek a legnehezebbek. Ilyenekről szoktál beszélni a csatornádon? Nem. De látom, elgondolkoztál. Korábban is gondolkodtam róla,
vagy úgy gondolkodtam ezen. Csak úgy nehéz. Nemrég volt itt nálam Székely főorvos ebben a podcastben, és őt is megkérdeztem, hogy hogyan lehet erre felkészíteni a kollégákat. Ő egy anesteziológiás osztályt és intenzív terápiás osztályt vezet, illetve azt, hogy a szülőknek hogyan lehet mindezt, és amikor ezt kérdeztem, hogy hogyan lehet erre felkészülni, vagy felkészíteni, az sehogy volt a válasz. Akárhogy is készül az ember a halálra, azért nem lehet felkészülni, vagy annak a kilátásba helyezésére. És akkor lehet, hogy itt üssük is le ezt a kérdést, hogy ne bizonytalankodjunk tovább, és akkor egy másik ilyen furcsát kérdezek. Ez biztos, hogy nehéz az orvoslásban, amikor rossz hírt, hogy nehéz diagnózist kell közölni. Van-e olyan, ami egy másik oldalról, ami szintén nehéz, ami másik oldalról ütközik akadályba, hogyha orvos az ember, mondjuk, kitalálsz valami fejlesztést, akkor azt hogyan lehet keresztül vinni az osztályodon? Keresztül lehet el, milyennek a menete? Megkövesedett szokásokon változtatni azért nehéz. Bár van erre nagyon pozitív példám, a COVID-járvány alatt én COVID-osztályon dolgoztam, egy középsúlyos betegekkel. Először intermediér osztályon, utána pedig egy középsúlyos betegeket ellátó osztályon, és ott egy nagyon jó csapat alakult ki, és ott én írtam meg az egész betegmenedzsment protokollt. Ez nem a gyógyszeres, hanem akkor hogyan veszünk fel, hogyan dokumentálunk, hiszen nagyon sok helyről voltunk, és minden osztályon kicsit másképp dokumentálnak, mert az adott osztálynak vannak sajátosságai, és ahhoz igazodik a dokumentáció. És például ott ez nagyon jó élmény volt, és ezt elfogadták, persze kértem tanácsot, meg figyelembe vettem, mert minél többen beszéljük át, minél több szempont van, annál jobb egy ilyet összerakni, és az nagyon jól működött a nővérek, és nagyon, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és tényleg így egy saját nagyon hatékony ilyen munkarendet és dokumentációs rendet alakítottunk ki, az nagyon jó volt, de ugye ott az egy idéglenes csapat volt, és utána pedig újra ezt megvalósítani már nehéz. Ott az volt a jó például, hogy mindannyian máshonnan jöttünk, új volt az egész, nem voltak ilyen kialakult kész szokások. Ha vannak, akkor egy kicsit azért nehezebb, mert ebben benne van persze az is, hogy amit megszoktunk és működik, az abban jobban megbízunk, vagy ismerjük, hogy az milyen. Úgyhogy nehéz ilyen változásokat eszközölni. Én mindig aktív vagyok az ilyen területen, szóval, hogy így vannak ilyen ötleteim, szépen szeretek sablonokat írni, akár a medikai rendszerbe, hogy akkor legyen, meggyorsítsa a munkámat, ne kelljen mindent előről kezdeni, például amikor egy vizsgálatot kérek, hanem akkor benne legyen tisztelt kolléga, és mondjuk új helyre kerülök, és nincs, akkor általában ezzel szoktam kezdeni, hogy magamnak összeállítom, a megjelenést is beállítom, és hogyha esetleg valamelyik kolléga meglátja, hogy az nálam működik, és őt érdekli, akkor pedig szívesen megmutatom. Próbálkoztam olyan, ahogy akkor nagy lelkesen így előadni, de hát rá kellett jönnöm, hogy ez nem a legjobb módszer, na akkor ezt így kéne csinálni, ez így nem működik. De ezek ilyen nehéz dolgok, de vannak ebben is sikerélmények, és ez is egy mindennek az alapja a kommunikáció, hogy hogyan mondom el, nem mondhatom azt, hogy figyelj, 5 éve rosszul használod, mert ahelyett, hogy 6-ot kattintanál, akkor elég megnyomni a 3-as gombot, és ott vagy, mert hogy egyébként van erre egy gyors billentyű. Ezeket finoman kell, úgyhogy nem tudom, hogy erre gondoltál-e a kérdésedben. Finoman, igen, de változás lehet változtatni. Az, és hogy ez mindig hosszú idő, én a tévhitekkel kapcsolatban vagyok így, amiről neked ugye voltak éppen a csatornád, vagy hát ez a plusz munkád szól, hogy hogyan oszlassunk el olyan tévhiteket, amik nagyon be vannak betonozva, és nagyon alappillérnek tekinthetők a gondolkodásban. Nem tudom, hogy... Pillanatra még az előzőhöz azért visszakapcsolódnék, hogy ez nem jelenti azt, hogy nekem mindig csodás ötleteim vannak, és mindent így tudok, így a medikai rendszert azt szerettem böngészgetni, meg ott egy fejlesztői csapatban is benne voltam, úgyhogy abban benne vagyok, de igyekszem ezzel a lelkesedéssel, amit mondjuk ezzel kapcsolatban így szoktam ilyen
hát nem fejlesztési, hanem egy kicsit ilyen modernizálós gondolatokat megosztani. Ugyanígy nyitott legyek a kollégáknak a más területen hasonló gondolataira, mert akkor így haladunk előre, úgyhogy nem azt akartam mondani, hogy nekem világmegváltó nagy ötleteim vannak. Nem is úgy sokszor hangzott, ilyen András. Tök egyszerű dolgok egyébként. Amit én élek sokszor ezzel a szülői informálás mappával, hogy valóban néha azt érzem, hogy úgy beszélek róla, mint hogyha az lenne maga, nem tudom én, megváltás, holott egy egyszerű információs gyűjtemény, amivel elértük azt, hogy egy minimum szinten legyünk, de hogy mégiscsak kell róla kommunikálni, megképviselni, és hogy nagyon nehéz ezt a jó középutat eltalálni, hogy ne az legyen, hogy a saját igazamhoz és egyedül ahhoz az igazsághoz ragaszkodom, mégis azért az én véleményem az eljusson oda, ahol esetleg az hasznos lehet. És hogy ahol hasznos lehet, az ugye nem csak az orvosok és a betegek, hanem venni nagyon fontos csoport így az egészségügyön belül, az ápolók, a szakdolgozók, és beszélgettünk is erről még az adás előtt, hogy az ő helyzetükről egy pár szóban azért kérdeznélek téged, mert hogy biztos van véleményed erről, ugye a nap mint nap pokban látod, hogy milyen egy csapatban dolgozni, akár a csatornáddal kapcsolatban, hogy mi az ápolóknak, a szakdolgozóknak a visszajelzése, kaptál-e tőlük mondjuk kérést, vagy visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy jó, hogy nem tudom én, dohányzás ellenes, meg vakbélgyulladásos videó van, de mondjuk erről vagy arról légy szíves készítsél, vagy ez is nagyon fontos téma. Hogy vagy így az ápolással? Az ápolás az nagyon-nagyon fontos, és egy tapasztalt ápoló az aranyat ér. Rengeteget tanultam, amikor például sebészetre váltottam az ápolóktól, szakdolgozóktól, mert ugye rutinosok benne voltak, nagyon sok mindent megmutattak, és olyan apró része dolgokra felhívták a figyelmemet, ami hosszú távon egyébként nagyon sokat segített a mindennapi munkámban. És talán ezért az orvosi sorozatokat így például kevésbé kedvelem, mióta így dolgozom benne, mert például a szakdolgozók sokszor méltánytalanul kevés szerepet kapnak ezekben a... Vagy alárendelt. Kevés és alárendelt. Igen, mert a Dr. House megy, és nem tudom, ezt csinálja, meg kikeveri a ellenanyag szintet, meg minden. Ez nem az orvos csinálja, hanem nagyon felkészült és ügyes szakdolgozók, laborosok, szakasszisztensek végeznek nagyon sok mindent, és nélkülük mi sem tudnánk működni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos téma, a live-okban kiszoktam, élőbejelentkezésekben kiszoktam erre térni. Volt is olyan téma, amiben így motiváltak, vagy sarkaltak, hogy foglalkozzak vele, és szeretek velük beszélni erről. Persze én a munkában nem nagyon hozom fel ezt a TikTokos vonalat, mert ez egy teljesen más része az életemnek, van a munka, ott az az első, és azzal foglalkozom szabadidőben, de jól esik, amikor mondják, hogy jól látták ezt a videót, de például nekik eszükbe jutott, hogy erről is kellene készíteni, és van is a listámon pár ilyen dolog, amikről valószínűleg, hogyha lesz időm, akkor fogok videót készíteni, úgyhogy szakdolgozókat én nagyon sokra becsülöm, és tényleg a munkájuk ugyanolyan fontos, mint a miénk, mert ez egy csapatmunka, a gyógyítás, ez csak úgy működik. Én is ezt élem meg a mindennapokban, illetve abban a kórházban, ahol én dolgozom, ott is ez az orvosok véleménye, és sejtettem, hogy ezt fogod mondani, de olyan jó hallani. Mindig az orvosoktól egy ilyen kinyilatkoztatás, hogy a csapat és hogy az ápolónak ugyanolyan fontos szerepe van, az egy nagyon jó leső dolog, és szerintem ez is egy olyan fontos feladat, amin nagyon hosszan és nagyon sokat kell dolgozni. Én nap mint nap tapasztalom, hogy az ápolók helyezik magukat a hierarchiában teljesen alulra, alárendelt szerepet,
szerepbe, és hogy az igényt sem alakítják ki, hogy az orvossal egyenrangúan tudjanak beszélgetni, megosszák velük a véleményüket, mert hogy az orvos az úgy is orvos, és hogy nagyon sok olyan orvos van, aki nagyon jól tud beszélgetni az ápolókkal, pszichológusokkal, gyógytornászokkal, és hogy nagyon megbecsültnek érezzük magunkat ezekben a beszélgetésekben, mert hogy fontosnak tartják. Ez nagyon fontos, mert az ápolóknak, akik régóta vannak a pályán, olyan érzékük alakul ki, hogy nem látszik a betegen még semmi rossz, tök jók a paraméterei, és mégis szól, hogy figyelj, azzal a beteggel szerintem nincs minden rendben, és hogyha csak ránéznék a paramétereire, azt mondanám, hogy hát ez minden rendben. De tudom, hogy neki van olyan tapasztalata, hogyha ő ezt mondja, akkor tényleg oda kell figyelni arra a páciensre, hiába minden érték jó, és rendre igazuk szokott lenni, és tényleg légzési elégtelenné válik a semmiből a beteg, és előtte képesek ezt valamilyen csodás érzéknek köszönhetően észrevenni, és ez nagyon fontos, mert más tapasztalatunk, a más dolgokra figyelünk, mondjuk akár gyógyítás során, más dolgokat veszünk észre, így már a munkakörből adódóan is, és hogyha ezeket egymással megosztjuk, akkor sokkal hatékonyabban tudunk gyógyítani. No, akkor ugye reméljük készülnek az ápolós, vagy az ápolóktól kapott ötleteknek a videói is. Katával mi már a feleségeddel összedugtuk a fejünket, hogy esetleg gyerekekkel is, a gyermek ellátásról szóló videók, úgyhogy sok támadás fog érni téged majd a jövőben, viszont hogyha eddig gondolkozunk, és most így végig gondolod, hogy milyen edukációs videókat csináltál már, nem feltétlenül megtekintések számától tett függővé, de számodra melyik volt a három legfontosabb, ami szerinted, a te orvosi véleményed szerint három kiemelt téma? Készítettem egy videót arról, hogy hogyan menjünk orvoshoz. Hogyan készüljünk. Fent van az oldalamon, csak nem, valahogy nem ért el olyan nézettséget, vagy nem érdekes ez, bár én bízom benne, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy írjuk össze a gyógyszereket, írjuk fel a kérdéseinket, mert hirtelen el fogjuk felejteni, és elfelejtem, ha nem tudom, megyek a térdemmel orvoshoz, és elfelejtettem megkérdezni, ez egy hasznos dolog. Úgyhogy szerintem az fontos, de sajnos nem sikerült olyan jó nézettséget elérni, úgyhogy neki fog esni újra, és megpróbálom kicsit másképp. Amivel kapcsolatban sokan írtak, az ödémás videó, ahol látszik, hogy egy ember megnyomkodja a lábát, és akkor ott maradnak az új nyomok. És a melanómával kapcsolatban is készítettem egy videót, az elég népszerű lett szerencsére, az már ilyen 600-700 000 megtekintés körül jár, és szerintem az például fontos, mert nagyon sokan írták azt alatta, hogy elmennek bőrgyógyászhoz, mert ez is olyan téma, hogy halljuk a rádióban, halljuk a tévében, néha-néha, de ott nagyon jó animációkat sikerült összegyűjtenem, és úgy bemutatni, és nagyon szemléletes lett az a videó. Elnézést, 3 órát aludtam, hogyha egy kicsit lassabban vagy helytelenül fogalmazom, vagy nem megfelelő szó, akkor az emiatt van. Nekem nem tűnt fel. És igen, nem csak a videók miatt, hanem még egy absztraktot is készítek, úgyhogy még azzal is kellett este szuszolnom. Hova készülsz ezzel az absztraktot? Ez egy dohányprevenciós konferenciára, egy nemzetközi konferenciára. Azt hittem, hogy benne lesz ez a három legfontosabb, számodra legfontosabb témában. Kicsit izgultam is, mert én még dohányzom, és hogy mindig nagyon nehezen állok meg a lábamon orvosok előtt ezzel kapcsolatban, de akkor nem ezt a... És ez a negyedik legfontosabb, amit így egyben nagyon ki is emelnék, hogy tavaly volt egy nagyon erős dohányprevenciós kampányom. Egy együttműködés keretében megkeresett egy dohányprevenciós szervezet, és az nagyon-nagyon jól sikerült, és szerintem az egy olyan fontos téma volt, amiről most podcast adásban is beszélgettem 2 szakértővel, mert hogy ez még mindig nagy probléma, még mindig sokan dohányoznak, és ugye jönnek ezek az új típusú termékek, csak valószínűleg ezek is ugyanolyan károsak, mint a hagyományosak. Csak nincsenek még annyi publikáció, és ez ugye így könnyű reklámozni, hogy nincs rá adat, hogy ez káros lenne, hát majd lesz adat. Úgyhogy az szerintem egy fontos téma volt,
És az például tényleg úgy fogtam meg azt a témát, hogy ez egy társadalmilag fontos téma. Nem számítottam rá, hogy az olyan népszerű lesz, szerencsére az nagyon népszerű lett. Azt ugye, hogyan menjünk el az orvoshoz, arra számítottam, hogy népszerű lesz, az nem lett népszerű. Néha nehéz ez a platforma, de ugye ez motivációt is jelent, hogy jobb videót készíteni, jobban elmondani, illetve nagyon sok a visszajelzés, nagyon sokan kommentelnek, és abból is lehet nagyon sokat tanulni. Meg hát látszik, hogy nem lankadsz a 3 óra alvás ellenére sem már. Abszolút. Értem, meg hogy a jövőben. Meg hogy a jövőben milyen témák. Már nem is nagyon tartunk fel sokáig, de én nagyon kíváncsi lennék, hogy egy orvosnak, aki ilyen TikTok csatornával is foglalkozik, hogyan telik egy napja, ébredéstől lefekvésig. Egy átlagos, hogyha van neked olyan ott, hogy átlagos nap. 5.45-kor csörög az órám. 5.45? Hát 7-kor már vizitelünk. Úgyhogy 7-kor már benne kell lenni a kórházban. Akkor vizit, utána megbeszélés, utána műtő, vagy betegfelvétel, vagy ügyeleti tevékenység. Ez olyan délután 3-4-5-ig tart, attól függ, hogy mennyi a munka. Utána hazaesek, eszek egy kicsit, feleségemmel megbeszéljük, kinek milyen napja volt, és akkor utána, hogyha tartalmat kell gyártani, vagy épp úgy érzem, hogy ez most fontos, azért hetente igyekszem legalább 2, de inkább 3 videót gyártani, ami nem mindig jön össze, akkor pedig nekiülök a témának, és van, amikor ez sikerül egy óra alatt összehozni, van, amikor 3 óra alatt, de ugye ez az esti program. Cserébe nem nézek sorozatokat, és nem nagyon járok el sehova. Persze azért odafigyelünk Katával, ő aktívan részt vesz ebben, azért szerencsére sokat segít a videókban. Úgyhogy valahogy így, aztán ugye még tanulnom is kell, mert azért szakmailag is kell fejlődni, meg ugye a menedzserképzőt is megcsináltam, arra is kellett tanulni, meg még azzal kapcsolatban is benne vagyok egy-két projektben. Úgyhogy így elég sok minden van, mindig van mivel foglalkoznom. Úgyhogy nehéz, meg ugye ügyeleti munkát is ellátok, akkor meg reggel 7-től másnap reggel 9-ig ben vagyok a munkában, úgyhogy sajnos ez a napi kiszámíthatóság, ez nekem nem adatik meg, ráadásul én egy későnkelős típus vagyok, úgyhogy ez a reggeli kelés, ez meg végképp nehéz, úgyhogy nehéz ilyen példát hozni, hogy hogy telnek a napjaim, mert minden napom egy kicsit más, és nagyon szeretném, hogy ilyen hasonlóak legyenek a napjaim, de ezzel a munkával ez nem összeegyeztető. Igen, ezt én is megtanultam az egészségügyben, pedig nem orvosként szerepelek benne, hogy a rugalmasság és az azonnali átszervezés az alapkövetelmény. Van, amikor a bejáratban még van egy ilyen napi tervem, aztán elérek a szobámig, és addigra már 3-szor felborult, és kezdtem előről, ami nagyon stresszes, az ez a váltás. Nem is feltétlenül az állandó rohanás, amit mondtál, ami nem csak Magyarországon, hanem tényleg mindenhol jellemző, hogy állandóan futunk, rohanunk, szaladunk, és nagyon sok a munka, a folyamatos váltás engem nagyon, nagyon megterhel ebben. Téged meg a koránkelés, de ez a Kata biztosan nagyon jól tart téged. Reggel is, este is. Fantasztikus hölgy egyébként, Andrásnak a felesége, nekem van szerencsém őt megismerni, és ugyanilyen szimpatikus, szerény, kreatív, mindig mindennek a megoldását próbálja megfogni, nem a problémára koncentrál, hanem hogy hogyan lehet megoldani, és hát egy üdeszín volt most ő ott nálunk. Igen, és neki jobb az időmenedzsmentje, mint nekem, és sokkal így precízebb is, jobban beosztja a dolgokat, úgyhogy van még mit Katától tanulnom. Hát nagyon-nagyon sok sikert nektek ehhez, és minél tovább legyetek együtt ilyen nagyon jó kis párosként. Még egy utolsó kérdéssel azért így megtámadnálak. Ez a podcast ugye különleges emberekről szól, azokat az embereket szeretné bemutatni, akik egyrészt elméletileg, másrészt gyakorlatban is nagyon sikeresek a területükön, és valami újítót, valami pluszt tesznek hozzá. És az első alkalommal, amikor én podcastet készítettem, valahogy az utolsó kérdésként az jutott eszembe, hogy kit ajánlanál a következőre, tőled is ezt szeretném megkérdezni, hogy ki az, akit ebben a műsorban szívesen meghallgatnál. Katát nem lehet, őt én szeretném Katát elhívni. Katát ajánlottam volna. Tényleg, nem baj, bocs, Kata, igen, mert... nem, őt én szeretném. De így nehéz. Hát sajnálom, orvos vagy, állítólag mindent meg tudtok oldani.
szakdolgozóval beszélgettél már? Nem. Na, akkor szakdolgozót ajánlanék. Egy szakdolgozó. Mm-hmm. Lehet a mi főnővérünket? Nem tudom, ismered-e? Jó. Vince Beatrix Reszkes. Igen, szerintem ez egy nagyon... Ha már beszéltünk erről a témáról, én mindenképp ajánlanám, mert nélkülük elképzelhetetlen a betegellátás, és sokszor egészen más szempontok szerint látják, és szerintem ez egy tök érdekes lehet. Jó, nagyon szépen köszönöm, és azt is, hogy itt voltál. Tényleg egy ilyen nagyon sűrű munkanap, meg nagyon kevés alvás után nagyon nehezen tudtuk összehozni ezt, hogy beleférjen neked ez a programodba. Én remélem, hogy úgy érzed, hogy érdemes volt erre most időt szánni, és tényleg nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy ezeket a gondolatokat megosztottad velünk. Köszönjük. Én köszönöm, hogy itt lehettem.